Sziasztok, sok szeretettel köszöntök titeket, én Admin vagyok, ebben a videóban pedig végig fogunk menni azon, hogy hogyan tudunk regisztrálni a Party Poker termébe. Az oldalsó sávon kattintsuk a Party Poker feliratról, itt fogjuk találni magát a teremleírást, az aktuálisan futó promóciókat, itt kattintsuk a regisztráció gombra, amely el fog minket dobni a Party Poker szájtjára. Teljes mértékben egyszerű, regisztrál now feliratú gombra kattintva, elérkeztünk a Party Poker oldalára. Itt e-mail címet fogunk megadni, miután kiválasztottuk azt, hogy Magyarországról kívánk egyszer, és Euróban. User ID, ez ugye a felhasználó nevünk lesz, mondjuk legyen G1234567, ez egy jó kis, valaki elrobta. Na, kiválasztok egy másikat, ami a legördülőstában megjelenik, hogyha esetleg te is így jársz, vagy ti is így jártok, akkor mindenféleképpen használjátok ezt a segítséget. Nagyon hasonló számokat fog, illetve nagyon hasonló felhasználó nevet fog nektek generálni maga a Party Poker rendszere. Ide pedig beírunk egy random jelszót, mondjuk ez. Igen, persze mindent szeretnék, hogyha a számlámra, illetve az e-mail címemre érkező hírek a Party Pokerrel kapcsolatosan gyakran vannak olyanok, hogy néhány dollár értékű dolgot küldenek ajándékba, reload bónuszt, vagy ticketet versenyre. Kitöltjük a regisztrációs űrlapon a nevünket. Ezt legyen majd egy teszt. Ez pedig teszt család. Bármikor is születhetünk, ugye a videónk szerint van 1982-es leszek. Lakcímünk. Hajdúvihar megye. Holó utca. 12. Hajdúvihar megyében legyen mondjuk a random város, aminek van egy négyegyű irányító száma, legyen 666, 6666. Mobil számunk is ugye 55-tel kezdődik mindenféleképpen, legalábbis ebben a videóban, ide a sajátotokat írjátok természetesen. Freebest Bones, Offerson Party Poker, mindenféleképpen. Választhatok el nektek leginkább szimpatikusat, én most az SMS-t fogom kiválasztani. Nem menjünk arra, hogy szép details, ugye azon lehet is dobott minket a cashierből, hogy feltöltetjük a számlát. Azonban nagyon fontos, hogy letöltsük a szoftvert, feltelepítsük, beállítunk egy asztalnál látszódó nevet, ez lesz a screen név. Ugye ezen az oldalon van egy ilyen pont, hogy adnak a Party Poker nevedet, ez jelenti az akadémia rendszerébe történő adatok elküldését. Megadjuk a felhasználó nevet, ez ugye a user ID volt, ami az én esetemben C és a számsorozat. Megadjuk azt a nevet, ami az asztalokon játszódik, ez a screen név, és a regisztrált e-mail címünket, amivel a terembe regisztráltunk. Majd rákattintunk az elküld gombra, és készen is vagyunk. Amennyiben bármilyen kérdésetek van a Party Pokerrel kapcsolatosan, elakadtok a regisztrációban, vagy bármilyen problémátok van, kérlek, hogy titeket forduljatok hozzánk bizalommal, ezt pedig megtehetitek a főoldalon lévő ügyfélszolgálat boxra kattintva, ahol kiválasztjátok a nektek megfelelő platformot, ahol elértek bennünket. Köszönöm szépen a figyelmet, és sok sikert az asztaloknál!